Napok óta teltház van a benzinkutakon, nem csoda, hiszen a pozitív trendeknek köszönhetően esik az üzemanyagok ára. Két héten belül közel 20 forinttal lett olcsóbb a legnépszerűbb 95-ös, de a gázola is igen kedvező áron kapható. Az áresésnek persze az autósok örülnek a legjobban, akik most megint elkezdték figyelni az árváltozásokat. Amikor csökken az üzemanyagár, mozdulni is alig lehet a töltőállomásokon. Nem feltétlenül szoktam számolgatni, de azért a 9 forintnál azért elgondolkodik az ember szerintem, hogy megvárja, amíg lemegy a benzinára, és akkor tankol, amikor olcsóbb. Elemzők még hetekkel ezelőtt jelezték, hogy az olcsó nyersolaj és a dollárhoz képest erős forint lefelé fogja nyomni az üzemanyagárakat, és igazuk lett, hiszen a korábbi folyamatos emelkedés után július végétől esni kezdtek az árak. Legutóbb pénteken a benzin bruttó 5, a gázolaj pedig 2 forinttal lett olcsóbb, amit gyorsan ki is használtak a sofőrök. Most direkt megvártam, inkább nem használtam a kocsit tegnap, hogy ma tankoljak. Ma tudjak, el tudjak jönni ideig, és akkor tudjak tankolni. Pillanatnyilag a 95-ös benzin átlagára 374-375 forint, míg a dízel 359-360 forint a hazai kutakon, ahol továbbra is akár 25 forintos árkülönbségeket lehet tapasztalni. Szakértők szerint a pozitív tendencia folytatódhat a következő hetekben is, sőt akár a nyár végéig is kitarthat az olcsóbb benzin. A kedvező árszinte vonza a tankolókat, felmérések szerint közel 10%-kal nőtt a töltőállomások forgalma az első fél évben, ha pedig folytatódik az áresés, akár rekordot is dönthet néhány amúgy is olcsóbb benzinkút.